Két magyar érem a bakui Golden Grand Prix döntőkben. Sastin Marianna 63 kilóban a nőknél bronzot szerzett tussal, a férfiaknál pedig a 71 kilós Korpási Bálint ezüstöt szoros csatában világbajnoktól kikapva a végén. A két versenyzővel értékelünk most a nem olimpiai súlycsoportok budapesti VB-je előtt. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Gratulálunk az érmekhez. Marian, az olimpia után most ez az eredmény, ez az érem, ez valamiféle elégtétel számodra? Hát jó lenne, de azért ez nem. Azért, ha az olimpián lett volna egy érmem, azért ez sokkal jobb lett volna. De mint tudjuk, ugye nem. Igazából annyi, hogy most a versenyen az ukrántól 4-3-ra kaptam ki, ugye, és ez az ukrán már idén kétszer megvert, és nagyon. Ezt akartam pont kérdezni, hogy a bronzérem az értékes a számodra, pedig a Julia Tkács ellen mutatott formád. Igazából mind a kettő. Tényleg a Julia ellen ment a legjobban a versenyen. Ugye ő a 14-es évben 63 kg világbajnoka, tavaly bronzérmes volt. Igaz, hogy az olimpián kiesett, bár ezt nem értem, hogy tudta abszolválni, mert én úgy gondolom a 63 kilóban bőven az élmezőny elején van. Szóval tényleg az a meccs volt az, amire azt mondom, hogy úgy kellene birkózni minden világversenyen. Jó volt egyébként a sorsolásod, vagy jobb lett volna ellene, az ukrán ellen csak a döntőben birkózni? Hát szerintem jobb lett volna, hogyha külön ágon vagyunk, de ugye nálunk nincsen kiemelés, illetve csak a világversenyen van az előző év világbajnoki döntőseit rakják külön ágra. De jó, így alakult. Én úgy gondolom, hogy tényleg mindent megtettem, hogy nyerjek ellene, és az, hogy végig tudtam birkózni ellen a 6 percet, ami az év első felében nem sikerült, azért úgy gondolom mutatja, hogy fejlődünk. Jó, az egy etalon mérkőzés volt, azt kell hozni. Bálint, ugye te is világbajnoktól kaptál ki, de ugye szerencsére már a döntőben. Amikor elmentél erre a versenyre, akkor számíthattál rá, hogy eljutsz odáig, hogy kikötsz majd a fináléban? Én igazából nem számítottam előre semmi ilyesmire. Nekem ez egy próbaverseny volt, mivel most új szabályokat hoztak be ismét a közöttfogású birkózásban, és szerettem volna kipróbálni így a jövő heti világbajnokság előtt, hogy is működik ez. Én úgy érzem, hogy nekem elég jól ment ez az új szabályban való birkózás. Igazából a döntőben egy X meccsen kaptam ki, ami valakit ki kellett hozni a bíróknak, és így a helyi azeri srácot hozták ki. Hát bizony, na most éppen ezért, hogy mindössze ennyivel maradtál alul, volt ebben egy csalódottság a csata végén? Nyilván mindig van az emberben csalódottság, hogyha vesztesen jön le a szőnyegről, de igazából én most a jövő heti VB-re koncentrálok, így örültem, hogy jó erőben birkóztam, és jól ment az egész nap. Na, ha már szóba azt a Bálint, hogy ez teszt volt az új szabályok miatt, hát a szabályok változnak, ezek szerint neked egyelőre bejött, pedig arról van szó, és sokan azt mondják, hogy a magának a látványosságnak, a birkózás látványosságának ezek nem kedveznek, Marian. Ugye én mint benne lévő se élveztem a mérkőzéseket, pedig csak a délutáni érmes meccsekre mentünk ki, és tényleg azt kell mondjam, hogy nagyon a bírók kezébe adtuk a döntést. A Bálintnál is pont ez volt, hogy lehetett látni, hogy vagy hát látni, relatív. Aki benne van, az tudja, hogy miért a Bálintot, vagy az azerit intették először, és utána a Bálintot. Mert hogyha ugye akit utólag másodjára intenek, az veszít. És ezért az azerit intették az első menetbe, a Bálintot a második menetbe, és pont úgy osztják be ezeket az intéseket, két egyforma, körülbelül egyforma kaliberű emberné, hogy ne lehessen már visszaadni az intést. Tényleg nagyon látványosan kell javulni ahhoz, hogy visszaadják az intést, és ugye azért, ha körülbelül egy erőben van a két ember, ez azért nehezen kivitelezhető. De akkor ez egy ilyen intésversenyfutás, nem? Igen. Mondhatjuk így is, és a bírók kezében van a döntés sajnos. De hogyha egy picit még maradunk a szabályok változásánál, ezek szerint akkor nincs mese, alkalmazkodni kell hozzá. Te most Bálint elsőre azt látod, hogy nem fog hátrányosan érinteni? A birkózást igen, a te birkózásodat nem? A birkózást azt hátrányosan fogja, szerintem engem annyira nem, de ez sajnos nem fog jót tenni a kötött fogású birkózásnak, hogy a bírók döntik el szinte a meccseket. De miért ebbe az irányba indultak el? Mit gondoltak, amikor éppen erről van folyamatosan
erről szól folyamatosan a disputa, hogy egyszerűen valamit kezdeni kell, látványosabbá kell tenni a sportágat. Ugye ott lebegett Damoklész kardja az olimpiai műsoron maradás a sportág fölött, és akkor most megint mégiscsak abba az irányba lépünk el, aminek az ellenkezője felé kéne menni a sportágnak. Miért van ez? Hát ez jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy talán az a céljuk, hogy akcióra ösztönözzék az embereket, de így, hogy alapvetően nincs következménye annak, hogy megintik az embert, hogy mondjuk leküldik parterba, és onnan mondjuk megemelik, vagy megpörgetik az embert, így nem fogják akcióra ösztönözni őket azzal, hogy osztogatják az intéseket. Tehát, szerintem. Tehát, hogy az jó lenne, hogyha valamilyen módon az akciók felé menne el, tehát, de ez a módszer ez nem lesz jóra. Hát ez nem, ez biztos, hogy nem lesz jó. Szerintem, ami eddig volt a legutóbbi szabály, szerintem az volt a legjobb, hogy volt mindig egy-egy leküldés, és általában, hogyha két hasonló képességű birkozott, akkor ott általában történt valami akció, de így, hogy csak állásból folyik a küzdelem, így nagyon kevés az esély, hogy valaki akciót tud csinálni a másikon, mert hasonló képességű, hasonló erőben van mindenki. No, a bakui tornánál maradva azért helyezzük el ezt a itt az érem tartalmát, fém tartalmát vizsgáljuk meg. Mennyire rangos verseny egy ilyen Grand Prix döntő abban a sorozatban, abban a versenynaptárban, amit ti végigbirkóztok egy évben? Szerintem ez a versenynaptárban a harmadik legerősebb verseny a VB-n és az EB után, hogyha van olimpia, akkor nyilván azután. Azt kell róla tudni, hogy csak azok jutnak ki erre a versenyre, akik EB-n és a világbajnokságon érmesek voltak, vagy a kontinens bajnokságokon. Ebből az éremből, Marian, számodra mi következik a folytatásra? Hát én még egyelőre várjuk ugye, hogy ki lesz az edzőnk, mert még nem tudjuk. Ugye ez ma délután folyamán fog kiderülni. Én szeretném folytatni, azonban lehet, hogy annyi edzőtábor már nem szükséges számomra, mint mondjuk az elmúlt 10x évben, majdnem 20-ban. Úgyhogy tényleg várjuk azt, hogy ki lesz az edzőnk. A szövetségi kapitány ugye már adott, Pista Bá, illetve magának a szövetségnek az állásfoglalását is várom, mert hogy engem az olimpia után nem kérdezett meg senki, hogy én szeretném-e folytatni, vagy mik az elképzeléseim a jövőre. Lehet, hogy most, hogyha már megvan vagyis megvannak a szerepek, akkor majd leülünk és megbeszéljük a továbbiakat. De a részedről azért annak van a legnagyobb valószínűségben, ugye látva már a szövetségkapitány személyét, hogy ki fogsz tartani a következő olimpiáig? Ezt most így nem merem kijelenteni, hogy az a következő olimpiáig. Most inkább ha évről évre haladunk, mert azért már nem vagyok fiatal, nem a mai fiatalság közé tartozom. Úgy érzem még, hogy van bennem pár év, amit meg tudok nyomni, úgymond, illetve még most mondhatnám, tényleg bárkinek mondhatnám, hogy a tokiói olimpián ott leszek, és mindent megteszek azért, hogy ott legyek, de bármikor közben jöhet egy sérülés, és azért az ember 30 év fölött már nem úgy regenerálódik, ahogy 20 évesen, úgyhogy ezért is gondolom azt, hogy nem feltétlenül van annyi edzőtáborra szükségem, mint 20 évesen. A folytatás, de nem tudjuk még, hogy meddig ez most az álláspontod valószínűleg. Bálint, azt mondanak végül, Siki András, hogy neked van a legnagyobb esélyed érmet szerezni ezen a bizonyos világbajnokságon, a nem olimpiai súlycsoportokban. Ez azt jelenti, hogy akkor ezután az ezüst után most kéne jönni az aranynak, igaz? Ez a célkitűzés. Hát ez már nem tesztverseny. Az már nem tesztverseny, minden meg fogok tenni az érdekében, hogy a maximumot kihozzam magamból. Remélem, minél jobb eredmény lesz lehetőségem. Hát így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm.